Mert hogy igen. Jó, oké. Beszélünk most egy kicsit a Patanjali Yoga Sutrákról, és akkor itt most jött egy-két kérdés, amit akkor ebben a részben megválaszolok. Patanjali, ugye most eljutottunk, az előző részben beszéltünk arról a tudásról, hogy mi van lefektetve a szentírásokban lét energiákkal kapcsolatban, kik vagyunk mi, honnan jöttünk, mi az abszolút igazság, mondjuk kicsoda Isten, vagy esetleg mi ez az egység, esetleg hogyan vagyok én Isten része, hogyan tér vissza önmagába. Ugye a jogának az alapvető filozófiai pontjai. Ez nem kifejezetten a jóga azon aspektusában van leírva, amit most mi gyakorlunk, hatha jóga, astanga jóga, mert ezek eléggé már felületi, ezek már a gyakorlati aspektusai a jógának. Tehát itt az előzőekben, az előző előadásokban arról beszéltünk, hogy mi az alap filozófia mögött, az egész mögött, és akkor egy ilyen a saivizmus aspektusából mondtam el ezt az egész teremtés, vagy a létenergiák elméletét, hogy hogyan válik Siva dzsivává, és hogyan tér vissza önmagába. Patanjali ezekről a dolgokról nem beszél, csak utal rá dolgokban. Meg a más jóga szentírás, hatha jóga pradipika sem beszél ezekről a mély misztériumokról, hanem inkább csak eszközöket ajánl arra, hogy eljuss annak a megtapasztalására. Tehát például nagyon érdekes, hogy a Patanjali jóga szutrákban Patanjali csak arról beszél, hogy a szamádi állapotában hogyan tárul fel a valóság, az én, hogy áll meg önmagában, és nem mond semmit róla. Mert ezek a szférák azok, amikről nem nagyon lehet mondani, ezt majd tapasztalod. Tehát nem lövi le a poént. A Védantában beszélnek ott jobban a Turiyáról, erről a Turiyai elméről, vagy a saivizmusban is, de itt a lényeg az, hogy a jogikus saivizmusban ott van, tehát Patanjali nem beszél Turiyáról, ő szamádiról beszél. A Turiya az a transz állapot, amiről beszéltünk, hogy a szamádi nem mindig Turiya, de a Turiya tud történni szamádiban. A szamádiban történik a Turiya. Ez egy más tudatállapot, de ezt majd ki fogjuk fejteni, hogy mi a Turiya. Még egyszer belemegyünk akkor ebbe, hogy mi a Turiya, mert jött egy olyan kérdés, hogy a Turiya lehet-e negatív. Ez akkor azt jelenti, hogy nem értitek a Turiyát még. Vagy illetve, hogy az pontosan mi a Turiya, hogy mi negatív. A Turiyában van pont az a dolog, hogy a Turiya se nem negatív, se nem pozitív, az eredeti tudat. Tehát hogy a Turiya pont az, amikor a dualitáson túl vagy. Tehát nem létezik, hogy negatív vagy. Tehát az eredeti tudatállapotod van. Mondjuk úgy, hogy az alvás lehet egy negatív vagy egy pozitív álom. Hát az álomban, hogyha azt érzed negatív meg pozitív, hogy rossz álmom volt, jó álmom volt, az egy álom volt. És utána felébredsz. Szóval, hogy most mi az, ami, tehát a negatív-pozitív világ ez a dualitás ebben a manifestumban van. A Turiya az egy teljesen e fölötti állapot, amikor teljesen transzcendentális állapot, ahol nincs dualitás, ahol egységet tapasztalsz. Ott nincsen negatív. Nincs a fogalom se, hogy mi negatív, meg pozitív. Érted? Tehát, hogy ott nem létezik ez. Szóval Patanjali, akkor most itt megyünk, eljutottunk arra a részre, amikor igazából a gyakorlati részek felé kezdünk már elmenni, hogy a sok a tradíció, a különböző filozófiák, a jogának a filozófikus alapjai után már hogyan jutunk el ahhoz a részhez, amikor praktikusan akkor mit ajánl Patanjali, hogy ezeket a dolgokat hogyan érd el. Tehát a jóga, Patanjali jóga, hatha jóga pradipika, ezek mind azok a folyamatok már, ami a konkrét gyakorlatokról szól, hogy hogyan is, mi is ez az egész, mit kell akkor csinálni, hogy én Turiyát tapasztaljak, mit kell, hogyan kell a gyakorlatban dolgokat végezzek. Tehát a Patanjali jóga szutrákat, ugye Patanjali azzal kezdi, ugye először is azt mondtam, hogy az előző részben, hogy akkor most jóga. Ugye? És ugye ez azt jelenti, hogy már minden más próbáltál,
semmivel nem kerültél közelebb a valósághoz, a boldogsághoz, a tudáshoz, most jóga. Tehát most akkor itt a jógára, a jóga folyamatát nézzük meg. És ez azonnal a második aforizma, ami a Patanjali Yoga Sutráknak a leghíresebb aforizmája, ez a Yogas Chitta Vritti Nirodha, itt van négy szó, ugye? Yoga, Chitta, Vritti, Nirodha. Yoga azt jelenti, hogy akkor a yoga folyamatával, Chitta, ugye ez a chittából jövő áramló vrittik, gondolathullámok, Nirodha elcsendesítése. Tehát a yoga valójában arról szól, hogy lebontod magadról az összes hamis én elképzelésedet a tudatodban, megszünteted ezeket a hullámokat, és automatikusan beáll a szamádi, ami azt jelenti, hogy túl van az illúzión. Nem feltétlen turíja, mert a turíja, azán bemegyünk a spirituális tudatállapotokba, de legalább ki tudsz mászni a szamádi, ez amikor lekapcsolod az anyagot, az anyagi hamis identitást. Az egy elmélyült állapot. És akkor azt mondja, hogy ugye beszéljük végül, hogy Chitta. A Chitta az az univerzális elmében a te kis fakkod. Tehát van az univerzális elme, és az a Chitti, és a Chitta az, ami valamint, hogyha úgy képzeld el, hogy van egy ilyen kórház, és akkor van egy STK, és akkor rengeteg karton van, és van a te nevedre egy karton abban rengeteg információ halmazban, az a Chitta, az a te személyes fakod, ahova gyűjtöd, ahova jönnek ezek a szamszkárok mennek be. A különböző tapasztalatok, élmények, azok szépen rakódnak le így ebbe a dologba, és onnan jönnek is kifelé, ahogy beszéltük tennap, hogy a szubegóba mennek le az élmények, akkor ezek különböző ilyen vrittik, gondolathullámok formájába jönnek is föl. Tehát minden egyes történéssel, ami az életedben van, lemész, találsz egy jó pékséget lent, nagyon jó illat jön, bemész, eszel valami finomat, tovább mész életed az életedet, és akkor, amikor legközelebb jössz errefelé, már jön elő a szubegóból a szamszkár az emlék, hogy milyen jó emlékem van arra, ó, már érzed az illatát, pedig még ne, ó, akkor megyek és végzek egy újabb cselekedetet, és akkor ez a hullám. A rossz élmény, mész az utcán, ott egy kocsma kijárat, és ott elkezdtek molesztálni a kocsma előtt állók. Amikor mész leközel balra, már az elején átmész a túloldalra, mert jön a szubegóból a kellemetlen élmény, hogy ez egy, nem egy, az nem egy jó hely, nem egy biztonság, inkább a másik utcán megyek, és az is egy vritti. A vrittik, ezek a gondolathullámok, amik jönnek elő ezekből az úgynevezett szamszkárok, azok ilyen élmény, magok, csírák, ami beágyazódik a szubegóba, és akkor az alapján éled az életedet, mint ahogy beszéltük, hogy valaki féle. A gyerekkorában a kutyától lehet, előző életében volt valami kutyás a férje, ami nagyon ott maradt a szubegóba, az élmény. Nem tudja, hogy mi történt, csak ott van az élmény. Én nem szeretem a kutyákat, köszönöm, én nem. Miért? Hát soha nem volt ebbe az életében egyetlen negatív kutyás élmény. Ő nem, köszönöm. Nem szeretem a kutyákat. Szóval, hogy ez a szubegóba lerakódó előző élményeknek a dolga, és ezek a vrittik, ezek ilyen folyamatos ilyen gondolatáramlás. Ez olyan, mintha folyamatosan van egy jacuzzi, és folyamatosan pezsegteti, folyamatosan minden pillanatban, minden egyes, tele van az elméd, így áramlanak. Nem tudom, hogy valami ilyen agykutatók mondták, hogy egyetlen, tudom, egy pár perc alatt hány millió gondolat fut át a tudat alatt, a felszínen, folyamatosan áramlik, minden dolgozik. És ez így pezsegteti a jacuzzit, a tudatnak a felületét, a buddhinak a tudás, tehát hogy ez megzavarja az intelligenciát, az elme, és az ahamkár uralja ezt az egészet, mert minden az azonosít, hamis azonosításodból származó dolgok, tehát minden hozzá csatlakozik. Én, az enyém, a kocsim, a házam, a jövőm, a múltam, és ezek a gondolat hullámok igazából próbálsz leülni és figyelni egy percre, bejössz jogaórára, és akkor egy jogaóra alatt
megtervez az egész esti vacsorát, mit kell bevásárolni, tudod, amikor mennyire vagy ott. Ezek a brittik. Na most a brittik lehetnek klista és aklista. A klista és aklista az azt jelenti, hogy kedvező és kedvezőtlen. Tehát vannak jó élményeid, amit most mondtam, meg vannak rossz élményeid. A jógi, mikor először elkezd a meditációkban megszabadulni a ezektől a vrittiktől, szerintetek melyiket rakja le először? Nem. A rosszat. Hát attól akarsz megszabadulni. Jaj, nem gondolok a rossz dolgokra. Azt nagyon könnyen le tudod tenni. De amikor jönnek ezek a jó gondolatáramlatok, akkor ezeket sokkal nehezebb letenni, mert ez az ego rátapad. Akár ez már a spirituális tapasztalásoknak a jogából származó jó eredményekhez való ragaszkodást is jelenti a vritti. Hogy azonnal azonosítod magad ezekkel a dolgokkal. Ez is egy klista. És akkor, amikor a jogának a folyamataival, amit ugye Patanjali elmagyaráz, hogy ugye hogyan a yama, niyamák, ászana, pránajám, és akkor úgy mész föl, hogyan építed föl ezt az egész rendszert, hogy hogyan mész el a meditációs állapotokig, hogy a koncentrációs gyakorlatok, a dharana, és akkor ugye a dharana az hogyan mélyül el, és lesz belőle egy dhyana. A dharana és a dhyana között az a különbség, az egyiket koncentrációnak gondoljuk, a másikat meditációnak. Itt jön a félreértés a jóga világban, amikor valaki azt mondja, hogy ő meditál. Nagyon kevesen meditálnak. Mert a meditáció ez egy olyan állapot, a legtöbben koncentrációs gyakorlatokat próbálnak végezni, vagy a legtöbben összekeverik a meditációt egyáltalán a relaxációval. Leülök és akkor semmi más nem történik, csak a vritti centrifugálnak a fejedben, és így földolgozod a stresszt. Azt gondolják, hogy ez meditáció. A dharana az azt jelenti, hogy ezeket a vrittiket próbálod már kikuglizni onnan, állandóan visszajön, és ez egy erőfeszítéssel folyamatosan odarakom az elméd egy hegyűre, elmegy, visszahozom, elmegy, ez a dharana. A meditáció, a dhyana az ott kezdődik el, amikor erőfeszítés mentesen zavartalan vagy már egy ponton. Az a dhyana. Ezt nagyon kevés ember tudja megcsinálni, amikor fölmész arra a pontra, hogy egyetlen zavaró gondolat már nem jön be. És a szamádi az az állapot, amikor ez annyira elmélyül, hogy már megszűnik a, mondjuk úgy, hogy a külvilágnak a létezése, az, hogy akár a testérzet, vagy az, hogy hol vagy, ki vagy, mi vagy, már nem zavar be abba a képbe, és először fölkerül az ember, az első szinteken belekerül ebbe a nirvánikus szintekbe, amikor ez a nulla állapotba kerül, vagy csak a tudat van ott. Már nincs ott semmi azonosítás, nem tudod, ki vagy, mi vagy, hol vagy, mikor vagy, tévidő. Kimentél a nullába. És van hat nirvánikus szint, amit a buddhista szinteken végigjárnak, és utána kezdődik igazából a turiya. De a turiyához már a spirituális tudatállapot, a teljesen lelki tudatállapotba belépni, az már transznak hívják, a turiyába ahhoz már kegy kell, ahhoz már kell saktinak a kegye. De ebben a nirvánikus állapotokban te a saját, az ánagó pályával ki lehet menni oda, azt kérdéssel, rengeteg meditációval bekerülsz a semmi állapotába, ami egy olyan iszonyatos nyugalom. Tehát ez úgy tűnik, hogy ez egy ilyen mennyei állapot. De nem történik semmi. Tehát nincs semmilyen spirituális szint, de ott kijöttél az anyagból, ez a teljesen kisimul minden. És az anyag után, az anyagban lévő aggodalmak után ez ilyen, a nirvána az egy. De nincs semmi. Tehát amikor a mínusz 10-ről fölmentél a nullába. Már mínuszba se vagy, de még pluszba se, de ott nagyon nagy nyugalom van. Szóval ez az állapot, ami a szamádi állapot, ez teljesen elmélyült, zavartalan állapot beáll a szamádi. Olyankor szamádiban általában leáll a légzés is. Teljesen. De a teljes szamádiban teljesen leáll a légzés. Azért, mert amikor az elme megáll, akkor a minden funkció, a szívverés az lemegy nagyon alacsonyra. Nem. Hát, hogyha valaki szamádiban igazából nem, mint halott lenne. Tehát rákötnek, vagy funkció semmi, teljesen, mint hogyha kómában lenne. Nem mutat a gép semmi. A pulzus az lemegy 40 alá. A légzés az, amit én magamnak tudtam,
amit még tudtam számolni, mert volt egy olyan pont, amikor ilyen érdekes módon egy kattogott egy óra is, még abban fél tudott állapotban voltam, de akkor másfél légzés volt per perc. Utána nem tudom, mi történik, mert akkor én nem nézem, más nem nézi. De ez nem egy misztikum, ezt bár mindenki, aki lenyugszik annyira, akkor ők dolgok szépen elnök. És akkor beáll az a meditatív állapot, és akkor ott az egy nagyon zavartan dolog, azt hívják szamádinak. Nincs testérzeted. Nincs gondolat, hogy ez vagyok, az vagyok, valamiket csinálni, itt vagyok, ott vagyok, amit vagyok, csak vagy. És aztán utána Turiya bejön, Turiya, akkor, akkor az egy nagyon intenzív, mert amikor először bemész, akkor az aktivitás területére érsz be először, és az egy ilyen, olyan, mint amikor száguldanál az univerzumban is. Minden nagyon gyorsan jön, nagyon sok információ. Aztán utána tovább az egy megint egy másik állapot, de az a lényeg, az már Turiya területe. Majd kicsit erről beszéltünk, bár eléggé megfoghatatlan, de valamit lehet. De először ebben a legtöbben ugye ezt el lehet érni, ezt nagyon sokan elérik, elmennek ebbe az állapotba, az üreségünk az állapotában, amikor megszűnik az anyagnak a tapasztalása, eltűnik a világ. És mit akartam ezzel mondani? Tehát, hogy egy jána, igen, hogy a, tehát, hogy akkor úgy mész, hogy a, akkor van a koncentrációs gyakorlat, a legtöbb ember azzal a koncentrációs gyakorlattal, hogy valamit csinálok, és akkor általában ezért van a különböző ilyen ánavó pálya gyakorlatok. Az ánavó pálya gyakorlatok azok kezdő gyakorlatok, amiben valamit csinálsz, valamit csinálod kell, mantrázol, mondod, recitálsz, mondod a mantrát, onnan Sivaya, onnan Sivaya, Hare Krishna, Krishna, Krishna. És akkor ugye mondják, de igazából az ember, hogyha gyakorolt ilyen mantra meditációt, akkor azt látod, hogy oda, ott vagy, aztán már észre se veszed, már megint máshol vagy, megint visszahozom, megint. Ez nem meditáció, ez koncentrációs gyakorlat. A meditáció az az, amikor te úgy benne vagy egy állapotban, hogy nem megy el az elméd otthon azon a ponton, nem kell folyamatosan visszahúzgálni. Az a gyána. Általában olyankor már nem recitál az ember, az már belül történik. Tehát ott már nem tudsz, mert az még, az még túl sok történés van, nem olyan elmélyült. És akkor a gyána az akkor megáll, akkor behúz. Ott nincs, akkor csak rajta vagy. És nincs az az erőszak, hogy visszahozom, hanem csak úgy beáll. És az, amikor teljesen elmélyül, az a szamádi. Ez nagyon érdekes, hogy nagyon sok hosszú éveken keresztül mantra meditációt gyakoroltam, ez a mantrázás, ez a japa recitáció. És aztán van egy pont, ugye a Vaishnavizmusban van egy olyan dolog, amikor az ember kap egy ilyen brahmana avatást, akkor van ilyen Gayatri mantrának az éneklése van elmében. Az egyfajta meditáció, ez egyfajta ilyen smarana. És akkor az mindig az van, hogy naponta háromszor, reggel, délben, este, akkor leülsz, és ezt a Gayatri mantrát elmondja, az 5-10 perc meditáció. És amikor ezt csináltam, és akkor egyszer volt az első olyan élményem, amikor ez behúzott. És wow, ez mi van? És mondom, tehát ezt kéne csinálni. Hogy mert ugye ott ugye például Vaishnavoknak az, hogy jaj, nem kell meditálni, meg semmi, nem kell csak ezt énekeljél, meg mantrázzál, meg gyapázzál, de nincs az a belső meditáció. Vagy hogyha ez a Gayatri éneklés, vagy a Gayatri vibrálás, és akkor csak ez, hogy 5-10 perc elmondod, és mész tovább. Hát, és akkor ez volt, azt nem mentem tovább, hanem jaj, hú, mondtam, hogy ilyet nem éreztem még soha. Aztán utána nekem mondom, mert bemegyek, megnézem még egyszer, és akkor elkezdett működni, és akkor oppá, várjál, akkor elkezdtem izélni, hogy hát lehet, hogy én akkor elkezdek így meditálgatni. Nem mondják, de én próbálom. És akkor, amikor elkezdtem csinálni, akkor jöttek olyan dolgok, ami, hogy teljesen kirobbant valami, és teljesen más dimenziója volt annak, amiket elkezdtem tapasztalni, mint újdonság. Úristen! És akkor jöttek a rendszeresen ezek a egy óra, másfél, két órás eltűnések. Se tér, se idő, csak vagy felismerések jönnek, stb. Valamikor csak ebben a nyugalom állapotban, attól függ, hogy milyen szintekre adja Sakti a kegyét, amiben bekukkanthatsz. És én mondtam, Úristen, hát ez csoda, ez csodálatos, ami jön, ami ott lejön. Érzés, mint a boldogság, vagy mint a felismerések hullámai, ezek ilyen nagyon jó dolog. És akkor ott láttam meg azt, hogy mi a különbség a között, hogy dharana, amit mindig éveken keresztül csináltam, meditálok, és akkor
ez a mantrázás, hogy mantrázol, mondod, 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 és mire eltelik 1 óra 48 perc, hogy azt a 16 kört végig mantrázod, amit előírnak, hogy addig a poklokat járod meg, mert annyira unalmas, és annyira néha nehéz, és annyira nem jön bele, valamikor jön belőle, de hogy ez a hullámzás, hogy folyamatosan mindent kigondoltál már, projekteket építettél föl közben, és akkor tudod, azt hiszed, hogy meditálsz. Nem. Akkor láttam meg, hogy mit jelent először az, hogy gyána, bakker, amikor nincs erőfeszítés, hogy be vagy. És te a szamádi az még teljesen ennek a más szintjei. Szóval itt Patanjali ezt a folyamatot ajánlja, hogy ezen a 8 fokú jóga rendszeren, a yama niyamákon keresztül, az ászanával, a pránajámmal, a pratyahárával, hogy visszahúzod az érzést, és a koncentrációs gyakorlatokkal te hogyan készíted elő a meditációt. Van úgy, hogy jóga rudha, meg jóga ruruksu, az a prejóga és a prejóga között az a különbség, hogy a prejóga az előkészítő jóga. Tehát a jamák, a niyamák, az életmódbeli dolgok, ezek a különböző szokák, a kriák, amiket csinálsz, ugye az ember, az ászanázik, ez mind az elő, ez még nem igazából nem is jóga. Ez csak a jóga előkészítése. És akkor a valódi jóga ott kezdődik el, amikor bejön már a dharana, gyána, meg a szamádi. Mert akkor ott van egy meditáció, tehát ezt készítjük elő. És amikor valaki jönnek és jógázunk, tehát nem jógázol, te prejógázol. Azt hiszik, az emberek az a jóga, hogy tornáznak, meg energiát, meg pranayama, meg izéznek, az meg... Ez nem jóga, ez prejóga. Ez az előszobája a jógának. Az, amikor te egy meditatív állapotba kerülsz, az jóga. Ez egy nagy félreértés, ugye, ezért nem nekem be jógáznak, és akkor milyen jóga az, amiben nincs is egy ászanaság? Vannak olyan jógák, amiben nincs egy darab ászanaság. De hogyha a jóga Patanjali útján megyünk, akkor ott vannak a yama niyamák, akkor most ezen keresztül mehetünk, hogy legyünk kérdezzetek, hogyha valami... A tiédet most szerintem már megválaszoltam azt, hogy a turiának nincs. Tehát a turia az az állapot, amikor bemész már a transzcendentális tudati szférákba. És ez történhet nem csak meditációban is. Nekem az első két ilyen élményem, az pont egy ilyen álomból mentem bele, és álomból mentem vissza, és úgy ébredtem fel. Amikor így, mondjuk úgy kitép, mert a testedből is fénysebességgel mész, és látsz mindent, és minden nagyon gyors, és akkor vissza, és ami fölébredsz, és úristen, ez jó volt. És akkor előtte azt onnan lehet tudni, mert a turia jön, besípol a jobb fül. Besípolt a jobb fülem, először, amikor először történt, a frász jött rám, hogy hova és mi, és nem tudom. A másodiknál, amikor besípolt a fülem, akkor már tudtam, és akkor tudom, mint amikor valami jelzés jön, és akkor hirtelen meg akarnál kapaszkodni, de már nem tudsz, és már megint ugyanaz, de akkor már tudod, hogy mi történik. Ez a jó. Mi akkor Riának a területére mész be, akkor az nagyon intenzív, akkor nagyon sok minden történik, eljönnek az infók. Aztán az, amikor, hogyha van kegy, és akkor tovább tudsz menni a Gyána Saktinak a területére, akkor bum, éppen mész, és ez nagy hirtelen meg leállni, és ez nagy tudás, átszakad minden, ez a minden tudás állapot. Aztán utána meg bemész a csönd, a Vihara Léti csönd, ugye, ami már a Szanakumárának a területe, ez a, amikor megáll minden, és ez a Vihara csönd, és akkor, hogyha valakinek van egy olyan csodálatos tapasztalása, az a szoláris tapasztalása, amikor egyszer csak mint a óriási nagy cunami elvág, az a gyönyör, hát az olyan ritkább. Tehát így a turiába, hogyha valaki bemegy az elején, akkor ez nagyon intenzív, sok mozgás, teljesen egy kitárgult tudatállapot. Ezek, hát mondom, ezeket lehet ezeket bemenni pszichedelikus dolgokkal, csak teljesen fölösleges, mert nem tudsz olyan mit kezdeni semmit. Tehát ezért jogán, ezért mondja Patanjali, hogy be lehet nézni, de nem ajánlja azt az utat. Jár végig, mert akkor egy ponton, ha te stabilizálódsz oda, akkor te már be tudsz járni. Ahol stabilizálódsz oda, be tudsz járni. Jó, menjünk egy kicsit keresztül itt akkor, ahogy Patanjali mit mond a yama niyamák, meg ezeket a dolgokat, akkor egy kicsit úgy dióhéjban átveszünk. Van öt yama, öt niyama. Mit jelent az, hogy öt yama, vagy öt niyama? Mindjárt. Ja, mindjárt. Hát javallat mennek? Vannak tiltások és ajánlások. Ugyanaz, mint a 10 parancsolat más spirituális folyamatokban. Vannak olyan
életmódbéli dolgok, amik a prejógaként kell előkészítés. Tehát, hogy akarsz egy nagyon jót főzni, akkor a prejógába tartozik az, hogy például megveszed a legjobb zöldségeket, vagy akár megtermeled, de még az is beletartozik, hogy termesz valami jót, behozod, megpucolod, tiszta a konyha, mindent előkészítesz, ami a főzéshez kell, ez a prejóga. Amikor meggyújtod a tüzet és konkrétan elkezdesz főzni, az már a haranagyána. Tehát ez minden ez az előkészítés. Tehát ezért nem szabad azt gondolni, hogy itt a jóga, hogyha én átszanázgatok, meg csinálok egy kis pránajámot, meg egy-két ilyen kis üzét, akkor én most jogázok. Jóga az azt jelenti, hogy bekapcsolódik a tudat a valóságba. Ez az előkészítése ennek, és ez nagyon-nagyon fontos. Ez ugyanolyan fontos, mint a többi, mert ha nem csinálod meg ezeket a dolgokat, amikor a kundalini ébred, akkor ott nagy törészúzást csinál. Tehát ezeket végig kell járni, ezeket a dolgokat. És akkor vannak először életmódbéli dolgok, tehát a yama, niyamák azok olyan fajta dolgok, az öt tiltás az azt jelenti, hogy az egót próbálja pórázra verni. Az egót. Ami azt jelenti, hogy korlátozások közé, tehát van egy drogos, akkor az első dolog, amit csinálsz vele, hogy korlátozások alá veted. Mert az a gyógyulásának az első lépése. Ne csináld, ne csináld, ne csináld, ugye bizonyos folyamatokban azon, hogy elkezdik csökkenteni ugye az adagot, az a, ne, valakit levenni azonnal, ezért nem működnek ezek, ahol most jogás lettem, olyan lelkes lettem, most mindent levágtam. Holnap olyan cölibátok, és utána meg eltelik egy év, totálisan kiég, és visszamegy a legdurvább verzióba, ami létezik a világban, sok ilyet látom, ugye a joga világban, én mindig, amikor jönnek emberek, és akkor mit, még ezt, még azt, még azt, nyújj, mert megölöd magad. Még egy órára bejövök, 5 órát meditáltam, 10 órát olvastam, figyelj, cölibátusba élek 3 napja. Jó. Tehát nyugi, szépen lassan, a maratont azt úgy futjuk, hogy nem elkezdünk az őrültek futni. De erre is kell egy tervezni, kell guru, ezért, mert hogy csinál, ő látja a kondíciódat, olyan, mint egy edző, személyi edző. Tudja, hogy mit tudsz fölemelni, jaj, fölemelni. Ott maradtam alatt, nem, ezt tudom, hogy hogyan építsük fel, tehát a struktúráját tudja az ember a tanítványnak, az, hogy hogyan kell neki haladni, mindegy, hogy ő mit akar, hogy gondolja, próbálj meg azzal menni, amit tanácsolnak, mert ő jobban átlátja a te helyzetedet, mint te gondolod magadról. Az első az ahimsa. Az ahimsa az egy olyan elv, hogy azt jelenti, hogy erőszakmentesség. Patanjali nem semmiért mondja ezt az első szabályként, mert aki nem képes ahimsa hangulatban élni, vagy ahimsa hozzáállással élni a világban, az annál tovább nem tudsz menni, nem tudsz tovább lépni. Bármit csinálhatsz később, egyszerűen csak nem fogsz tudni tovább lépni, mert a jóga arról szól, hogy hogyan a végcél tekintve, hogyan leszel inkluzív mindennel, hogyan a te részed minden. Hogyha te része, magad része felé vagy erőszakos, sosem éred el a célt. Tehát nem fogod, ez egy olyan lépcső, amit, tehát ezért ez jelentkezik a táplálkozásban, hogy ha már arról van szó, hogy tehát most a vegetáriánuságról egy pár szót hintünk, de majd az ajurvéda kapcsán lesz erről szó. Az a dolog, hogyha csak egészségi szempontból egy téma, emberi test teljesen növényevő szinte, teljesen. Van egy táblázat a dolgokban, meg tudjátok nézni, hogy hogyan minden a húcsaptól kezdve, a nyál, a bélrendszer, a fogak. A fogaknak van egy átfedése, de akkor sem drakulák vagyunk. Tehát, hogy így, amire hivatkoznak mindig, de a fogsor, de meg izé, nem. Ez, megnézitek, teljesen növényevő a test. El tudja viselni, meg tudja tolerálni egy darabig a húsevés, de egészségileg nagyon sok probléma kijön, hogyha ez minél nagyobb húsevő valaki, annál jobban lerobban a teste, minél hamarabb, minél... Tehát a növényevő, nézzetek utána, ez már egy olyan, ma már mindent tudsz olvasni róla, ezért nem akarok ebbe belemenni. A morális része egy másik történet, és aztán utána meg ami mondjuk úgy, hogy a karmikus és az energetikai részét vizsgáljuk inkább jóga szempontjából, hogy miért kedvező. Na most itt megint egy olyan dolog, hogy senki ne gondolja azt, hú, akkor most nekem minek, én még nem vagyok ott, minek kell megfeleljek. Ez megint egy ilyen edzés, vagy fölkészítés, vagy eljutni valahol, nem lehet azt azonnal mondani. Ha valamit nagyon-nagyon kell erőltetni, ne erőltesd, meg automatikusan történik.
ahogy transformálódik a revibráció, de automatikusan dolgokat elhagysz, ráállsz bizonyos dolgokra nehézség nélkül. De ez majd fog menni. De, tehát ez a fajta, mondjuk úgy, hogy ugye az univerzumban minden úgy van, hogy egyik élőlény tartja fönn a létét a másikon. Ezt nem tudod kikerülni. Viszont nem mindegy, hogy milyen vibrációval társulsz. Úgy mondják, hogy van nekem az én personális életem. Van benne egyfajta tudatállapot, mentális dolgok, stb. Stb. Hogyha én ezt fönn akarom tartani, ezt is hallottátok? Igen. Jó, oké. Okay. Tehát, hogy van egyfajta revibráció, és minél kevesebb zavaró revibrációt raksz bele, annál kevésbé zavarja össze a struktúrádat. Érted? Van egy kis vized, beledobsz egy kis kavicsot, csak egy kicsi rezgés van, nem nagyon zavarja a vizet. Fogsz belevágsz egy 30 kiló követ, és ez azt jelenti, hogy minden élőlény egy más vibráción él. Tehát azok az élőlények, aminek már olyan fejlett a tudata, hogy kifejezetten érzelmei vannak, egy fejlett tudatállapot, mint az emlősök, akkor az egy nagyon nagy emocionális, mindenféle tudati koncentrátumot építesz be magadba. És az nagyon-nagyon megzavarja a tiédet. Tehát, hogy mit viszel be? Aztán minél kevesebb, alacsonyabb, tehát a hal, a növények, azok nagyon nem zavarják meg a tudatállapotodat. Tehát, hogy valaki nagyon kifinomult szinten van már a tudatban, és most azt mondják, idehoznának nekem, meg kellene egy fél csirkét, én azt nagyon-nagyon megérzezném tudatilag, hogy nagyon behúz. Mert azért, mert már egy finomabb szinten van a rezgés, szóval minél jobban ki egy vízfelület, minél jobban ki van már egyenlítve, hogy kevesebb a hullám, annál nagyobb hullámod, ami nagyon hullámoló van, amiben belevágsz valamit, de észre se veszed. Ez az, ami az átlag embernek a működése, hogy hát én nem érzem, hogy én most tudatlanságban lennék, vagy hogy én nagyon meghatott volna, hogy eszek valami. Persze, mert folyamatosan tudatlanságban van az ember. Tehát nem érzi azokat a kifinomult dolgokat. Az olyan, mint a teázás. Vagy borozás. Hogyha valaki a 2 dekást issza minden reggel, meg a tablettás bort, annak adhatsz bármilyen finom bort, nem fogja érezni a különbséget. Vagy a teázásban. Valaki állandóan 3 cukorral, meg fél liter citromnéval iszik egy teát, ő neki beszélhetsz te aromákról, meg finomságokról. Hogy nézd meg, szabad meg, mindjárt belőle. Hát ez meleg víz, itt egyébként cukrot, meg citromot. Nem érzi. Szóval ahogy finomodnak ezek a dolgok, egyre jobban megérzed ezeket a dolgokat. Akár már csak egy vega dolgot eszel, de hogy nem olyan helyen csinálták, és már érzed, hogy ez már nem azt a tudatot kreálja. Bemész egy olyan helyre, ahol úgy olyan személy főz, és így tol fel az energia, mert egy olyan tudatállal a főzésnél belefőzöd a tudatot. Amilyen tudattal szolgálnak fel egy ételt. Egy olyan személy szolgál fel egy ételt, aki nem néz jó szemmel rád. Azt mondják, hogy a jogi azt mondja, hogy ez meg se egy, nem fogadja el olyan ételt, aki nem jó szándéka, szeretettel szolgál. Ez még az általában a népi hiedelmekben is ott van, hogy a nagymama főztje. Nem azért, mert a nagymama van, mert viszonyatos jó szakács, hanem azért, mert benne van az a tudat, az az odaadás, hogy a gyerekeknek főzi, és ez egyszerűen csak föltol energiával, szeretettel, magas rezgéssel. Bemész, hogy eszel egy McDonald's-be, és akkor utána megmész, hogy zombi fejjel mész egész nap, és akkor nem tudod, hogy miért. Azért, mert amilyen az étel is egy energia, minden energia, és amilyen energiát raksz magadba, tehát hogyha van egy emlős élőlény, akit levágnak egy vágóhídon, és az még fizikálisan is tapasztalható, hogy a kivált adrenalin, az egy kémiai anyag, szóval szerint egy kémiai anyagot eszem, hogy ilyen leszel te is. Fusztált, ilyen olyan. Tehát nem tudsz olyan lenni, mert még a kémiai szinten is manifestálva van az a gondolat, azok az érzelmek, szóval azokat az érzelmeket fogod elsajátítani, ami az az élőlény, amit megettél, az rendelkezett. Szóval nagyon állatias lesz valaki, hogyha sok állati ilyen dolgot
eszik. Most nem vegánságról, most nem a vegánságról akarok kitérni, hanem mert a tejtermék az egy más történet. De hogy amikor erőszakhoz kapcsolódó állati dolgot valaki kap, akkor azt a minőséget fogja ő mind mentalitásban, gondolatokban, stb. Elsajátítani. Szóval ezért, és mivel az ahimsa, mitől ahimsa ez? Hát egyrészt ahimsa más felé kifelé, de ahimsa magad felé is. Tehát, hogyha én egy jógi vagyok, megyek az isteni énem elérése felé, akkor ez önmagam megerőszakolása, a saját úton magamat gáncsolom el, magamat tolom bele a tudatlanságba azzal, hogy nem úgy. Tehát az ahimsa kifelé, és az ahimsa önmagad felé is. Például, hogy miért ezek a különböző aszkézisek is. Szóval ugye Buddhának a történetét, hogyha nézzük, ott is az elején egy iszonyatos aszkézis csinált, és csak az a saját lelke ellen egy tortúra, amit csinál. Szóval az a saját magát, tehát ezért mindig a balansz az a dolog, hogy a jógi az nem eszik, a Bhagavad Gita azt mondja, a jógi az nem eszik túl sokat, se keveset. Nem alszik túl sokat, se keveset. Mert mind a kettő, az arany középút, ez a balansz, az nagyon fontos, hogy ne terrorizáld a saját létedet. És akkor egyrészt ez az ahimsza dolog, hogy egyrészt a táplálkozás, az életmód, a tudatnak az a lét, hogy önmegvalósítás nélkül élsz, az nem ahimsza. Mert a saját léted kiteljesedését tartja terror alatt, hogyha te illúzióban tartod magad. Értitek? Ez egy más szempontból nézed, hogy a Shiva akar kiszabadulni, de az ego az terrorizálja. Nem akar, ha nem gyakorolsz önmegvalósítást, ez az önmagad elleni erőszak. Ennyi is van egy ilyen dolog. Tehát sokfajta szemszögből lehet nézni ezt az ahimsza dolgot. Hogy olyan, amikor, tehát például van egy kalitka, és van benne egy madár. És te fényesíted a kalitkát, de nem adsz enni a madárnak, az olyan, mint amikor a tested mindent megadsz neki, de nem adsz lelki táplálékot. Amikor Jézus Krisztus mondja, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem imával, vagy spirituális gyakorlattal is. Mert ez olyan, minden nap kell valami spirituális gyakorlatot csinálni, mert akkor eteted a lelket. És az a lényeg, a kalitka az, hogy milyen a kalitka? A madarat kell letetni, és hogyha nem eteted a madarat, nem az spirituális gyakorlatot már egy emberi formában lév, az nem ahimsza. Akkor is, hogyha egy nagyon kifinomult életet élsz, tehát itt van megint az, hogy emberek azt gondolják, hogy vegán vagyok, ó, én védem a kiskutyákat, a kismacskákat, kimegyek tüntetni, és akkor ne egyél azt, de hogyha nincsen semmi spiritualitás emögött, akkor saját magad ellen csinálsz ahimszát. Csak ezt ők nem értik. Volt egyszer egy ilyen. Én akkor léptem ki egy ilyen vegán, nagy vegán csoportból, amikor láttam, hogy olyan posztok voltak, amiben így, hát mindenféle tudatmódos, hát vegán a vegán sör, meg minden, és akkor így beírtam, hogy gyerekek, mondom, hogy a tudatmódosítás, hogy jön bele ebbe az ahimsza. Hát az ahimszának semmi köze nincs ehhez, hát az nem okoz kárt senki, magának nem okoz kárt, szerintem nem értették. És akkor, hogy a jogában az ahimsza, a vegánságnak semmi köze a jogához. Na jó, mondom, itt Wikipédia, beírtam Wikipédia, az a legprimitívebb Google. Honnan jön az ahimsza elve? Hát a jóga, a spirituális kultúrán, stb. És akkor belinkeltem, oda mondom, hogy meg a Wikipédia is többet tud, mint te, nagy vegán harcosként. És mondtam, jó, én befejeztem ezekkel, ez egy ilyen nagy halál, amikor így csinálok valamit. Ez olyan, mint amikor nagy állatvédő vagyok, de a hamjúba hamit eszek. Az ne legyen nagy állatvédő, mert ez is állat, az is nem érti, hogy mit csinál. Nem érti a dolgot, és ugyanaz, amikor a vegán próbálja nyomni, hogy ez az erőszakmentesség, de hát semmit. Tehát az az erőszak, amit a legtöbb ember már azért rémülnek el ettől a fajta életmódtól, mert vadabbak, agresszívebbek, mint bárki a húsevők felé. Már vegetáriánusok felé is. Ez mi ez? Ez nem ahimsza, hát se tudják, miről beszélnek.
Szóval amikor átesnek a ló túloldalára, és akkor ez a, megint ez a fú, értetlen, nem értenek semmit, csak fanatikusan, ez a nem tudatosság nélküli lét. Szóval ez is egy ahimsza. Oké, akkor a következő az a szatyam, az az igazmondás. Na most ugye ennek van az az aspektusa, amit mindenki tud, hogy most az ember próbál igazan cselekedni, de vagy nem is igazul beszélni, de inkább még a cselekedetek, hogy hogyan igazul cselekedni, az is egy nagyon fontos dolog. Az, hogy őszinte vagy mindenkihez, a nem diplomatikus viselkedés, az, hogy bármilyen úton, mindegy, hogy mit van, akkor is kinyilvánítod az igazságot, az jogikus. Megmondod a véleményet akkor is, ha megbántódik, persze finoman, udvariasan, kedvesen, de nem játszod meg azt, ami manapság egy rendkívül visszataszító látvány, ugye az emberi kapcsolatokban, amikor igazából minden véleményed megvan a másikról, de oda mész és mosolyogsz, és még? Képmutatás? Igen. Van egy ilyen kis elmélet ugye a jogikus kultúrában erről, hogy van ugye a négy kaszt, a brámanák, a spirituális tanítók, a ksatriák, az adminisztrátori rend, az uralkodók, a vaisják, a pénzzel foglalkozók és az egyszerű kétkezű munkások. Ezek igazából nem olyan, ez már eltorzult kaszt Indiában, tehát ez már nem úgy van, ahogy van. Ezt a varnákat, a szentírások a tulajdonságok alapján ítélték meg mindig. Tehát egy spirituális ember az nem feltétlenül jelenti azt, hogy ő spiritualitása, foglalkozása, vagy olyasmiket csinál, de természetében meg teljesen látszik, hogy egy sudra vagy egy pénzember. Tehát vannak ilyen, manapság is vannak olyan emberek, hogy ilyen guruknak a nagy brámana guruknak a szerepébe tetszelegnek, de igazából csak egy pénzéhes materialista az ember. De eladja magát úgy, mint egy guru, vagy egy szvámi, vagy egy... Tehát vannak ilyen emberek, ők nem brámanák, ők vaisják, vagy még az se, mert a vaisja is. A vaisja egy jó kereskedőhöz, aki egy jó minőségi kereskedő, ahhoz az ember szeret visszajárni, nem pedig csak ellop, elrabol, és kihasznál, és belét rúg. Ugye vannak ilyen vonulatok, ami spirituális vonulatnak magát kiadó dolgok, de igazából szintiszta materializmusról van szó. Szóval vannak a valódi spirituális embereknek a tulajdonsága az igazság. Tehát mondjuk úgy, hogy a jogikus, az amikor valaki nagyon igazul él. Ezzel az analógiával meg lehet érteni, hogy egy brámana vagy egy jogi az akkor is igazat mond, hogyha mindent kockáztat, a jólétét is kockáztatja, bármit, akár megölhetik akkor is. Ki mondja azt? Ugye, amikor kérdezték Jézus Krisztus, ki vagy te? Isten fia vagyok. Tudta, hogy mi lesz a következménye, de nem tudott nem igazul megnyilvánulni. A ksatria akkor hazudik, hogyha veszélybe van a hírneve. Mert a harcosoknak a ksatria a hírnévnél nincsen semmi. Ha elveszed a hírnevedet, az neked mindent elvesztése. Tehát szóval, hogyha a hírnevedet, ha vagyonodat, akkor az nem, akkor, de ha a hírnevedet elveszted, akkor képesek hazudni. Egy kereskedő akkor hazudik, hogyha pénz, ha valami pénzt veszít, akkor ő hajlandó hazudni. A sudra az meg hazudik. Az soha nem lesz őszinte. Az minden, az korrumpálható minden módon, szóval az ember típus, aki a tudatlanság kötőerejében, az hazudik izé nélkül. Ebben a világban élünk most, képmutatás, mindenki hazudik szinte mindenkinek, mindenről. És az igazság, az a brámanáknak nagyon fontos dolog, hogy igazul élj. Nem tudok nem igazul megnyilvánulni. Azért, mert megfélemlítenek, azért, mert ez van, azért, mert kirúgnak az állásomban, akkor is kimondom ez van. Ez egy brahmanikus, ez egy jogikus dolog. Ami azt jelenti, hogy te nem vagy korrumpálható. Tehát ennek itt a háttere az igaz életnek az, hogy te nem vagy korrumpálható. A harmadik asztéja, ugye ez a, hogy lopni, mit jelent az, hogy valaki lop? Hát most ez egy aspektusból mindenki tudja, mit jelent az, hogy lop. A másik az, hogy itt valaki nagyon nem tudatos arról, hogy ha valaki ilyeneket csinál,
akkor nem tudatos az univerzális létről, azaz nincs tudása, ami meg nem, megint nem jogikus, mert a joginak van tudása a létről, tehát a karma törvényéről ő tudatos. Tehát ez a fajta lopás, az ne felejtsük el a karmát átbeszélni, a következő rész lesz jó, mert ez kimaradt karma működése. Tehát nem tudatos a karma működése, hogy én teszek valamit, és annak lesz egy visszahatása, szóval nem vehetek el semmit másoktól, mert úgyis el fogom veszíteni. Tehát ha valaki ilyenekben, tehát hogyha azt gondolja, hogy ő jó, ide ilyen dolgokat csinál, hogy úgy elvesz olyan dolgot másoktól, ami nem számára van félretéve, az nem segíti az ő jogikus életét. Negyedik, ez a brahmacsárja. A brahmacsárja az... hát úgy van fordítva, hogy cölibátus, de ez a különböző jóga rendszerekben más és mást jelent. Ugye erről beszéltünk most egy kicsit a reggeli kezdésnél, hogy a cölibátus nem csak azt jelenti, hogy valaki teljesen önmegtartóztató életet él, hanem más-más szinten lévő embereknek, más-más társadalmi rendben lévő embereknek más és mást jelent. A teljes cölibátus az azt jelenti, hogy valaki teljes mértékben azon a szinten, nem az, hogy képes magát annyira terrorizálni, hogy ő visszatartja magát olyan dolgoktól, amiben ez a tendenciája közben meg belül szétrobbantja. Ez soha nem egy járható út. Ezt elég sokan csinálták, hogy a különböző vallások területén azt, hogy rákényszerítik az embert arra, hogy kényszerítsen magát bele egy olyan helyzetbe, amit nem bír elviselni, és ez egy ponton vagy arra készteti, hogy képmutatóan hazudjon mindenkinek, és a hátuk mögött meg mindent csinál. Általában ezek a fajta módszerek, amivel a legtöbb vallás is dolgozik, hogy hú, neked például itt a krisnásoknál ugye van a négy szabály, és akkor ott teljes cölibátusba kell élni. Tehát azt jelenti, hogy te bejössz az utcáról egy átlag emberként, és neked pár hónapon belül már nyomják azt a dolgot, négy szabály, és fogadd meg. És akkor ugye, hogyha akarsz fejlődni a spiritualitás területén, akkor lehet, hogy egy kicsit pár hónapig el tudod nyomni, de egy ponton rájössz arra, hogy nem tudod, de hogyha akarsz haladni előre, mert nem kapsz akkor spirituális avatást a gurútól, stb. És akkor igazából belekényszerítenek egy olyan helyzetbe, amikor magadnak is hazudsz, meg másoknak is hazudsz, csak azért, hogy tudjál előre lépni, és akkor várod, hogy majd ettől megszabadulsz, és akkor ezt tovább nyomod, ez csak egy ilyen teljesen személyiségeltorzulássá fog vezetni, hát ezt láthatjuk, hogy a történelem során rendkívül olyan sok dolog történt, amikor ilyen magukat így nyomorgató, mentálisan nyomorgató emberek extrém undorító dolgokat csináltak. Pedofilia, stb. Ez most a katolikus papságtól, ez mindenki, aki ezen az elnyomó úton megy, az ide fog lyukadni ki. Teljesen szétfasad a tudata, nem tudja, tehát teljesen démonikus dolog. Ez nem ahimsa dolog. Patanjali is azt mondja, ha nem tudod visszatartani ezt a dolgot, akkor inkább engedd el, és akkor majd ez szépen... Az ilyen állapotokat, amikor valaki fölér erre a szintre, hogy nincs a dualitásban, és nincs számára vonzó és taszító dolog, az a tudatállapot, amiben ez a vágy nem feltétlen már létezik, vagy egy más aspektusában létezik benne. Szóval ők tudják, ez egy nagyon-nagyon magas szint, ez nem egy olyan szint, hogy fiatal gyerekeket behozunk, azt akkor rányomorítjuk őket, és akkor hazudnak, meg mindenfélét csinálnak titokban, és nem működő folyamat. A brahmacsárjának a következő szintje az, amikor valaki, tegyük fel, egy házas, vagy egy nővel van együtt házasságban, stb. És akkor itt vannak olyan jogikus elvek, vannak olyan jogikus szentírások, akik azt mondják, hogy 22 napig ne. Mert a 22 napig, hogyha visszatartod a férfi magot, abban egy olyan potencia van, egy az olyan lemondás, hogy annak megkapod az eredményét. És akkor 22 nap után elengedheti, hogyha az ember nem bírja. Persze a cél az, hogy az ember ezt az energiát megtartsa, mert hogyha meg tudod tartani ezt a fajta energiát, akkor csodálatos dimenzióba tud jutni az emberi képesség. És ezt a jogikus területen nagyon csodálatosan lehet használni, szóval szidiket tud elérni az ember ezzel.
De ha nem, akkor inkább menjél azon az úton, amit tudsz. Szóval itt mindig van egy fokozat, hogy mit tudsz, mit nem. Nem terrorizáljuk magunkat semmivel, ami nem megy már magától. Tehát ami azt jelenti, hogy nem azt jelenti, hogy nem kell vele foglalkozni, mert a cél az legyen, hogy elérj valamit, de még mindig azt, hogy az ember belekényszeríti magát egy hazug életbe, egy képmutató életbe, amiben eltorzul egy személyiség is. Általában nagyon sok pszichikális hátulütője van ennek a történetnek, mert hogyha valaki még képes is egy ilyen önterrorra, valamiért, mert nagyon nagy motivációja van benne, az elismerés, a valakivé válni, és képes magát csinálni, de ezek az emberek olyan szinten sziklák lesznek, mint a kőszikla, eltűnik belőlük az empátia. Ezek ilyen nagyon kőszívű, kegyetlen, szociopata emberekké válnak, és erről is látunk példákat, hogy mikor valaki is meg is tudja csinálni, de egy ilyen démonikus, szociopata ember lesz belőle. Lehet, hogy tudja csinálni, de ez keresztül tapos mindenki, és ez egy ilyen nagyon erős ego lesz belőle. Vagy pedig egy hazudozó, ami egy hazudozó, aki nem minden, az egész élet egy hazugság lesz önmagának is, másnak is. Szóval ez a brahmacsári, ez egy ilyen, egy olyan tétel, ami irányába, hogyha az elmegy az ember, és akkor ez természetesen fölfejlődik arra, szinte ez egyre többet tud segíteni, ez a fajta önkontroll. Utolsó az a aparigraha. Ez a gyűjtögetéstől való mentesség. Hát most a gyűjtögetéstől való mentesség, ezt hölgyek mindenki ismeri. Jó, férfiak is, na, férfiak is, de. Amikor, ugye, most csak úgy tapasztalni, hogy biztos kivételek, ugye, akik jelen vannak, azok mindig kivételek. De ugye, amikor, ezt általában az ember egy költözésnél tapasztalja meg mindig, hogy mi az a... Ezt a pakoltam három hátizsákba a cuccomat. És aztán van egy egész ház, ami meg, ez is kell, biztos, hogy minden kell. 150 cipő a szekrényben, nincs egy rongyóság, ugye. Ezek ilyen, jó, ezek viccek, na, csak viccelek. A férfiaknak ugyanúgy megvannak a dolgaik, egy fél műhely, meg a utolsó eltölt csavar is kell, mert láttam már ilyet is. Mondjuk valamiért ez nekem hiányzik, de nem is bánom. Szóval, hogy az aparigraha, ez a fajta gyűjtögetés. Ez a materialista embernek a szimptomája. Miért? Egy spirituális megértéssel rendelkező jógi miért nem gyűjtöget szerintetek? De ennek mi a tudásbéli háttere? Még nem is azt mondom, hogy pszichikális háttere, hanem a tudásbéli. Hogy? Az elengedni tudás. Az elengedni tudás az egy szimptóma. De mi az a tudás? Mi az a... Az, hogy tudja, hogy úgyis megkapja azt, amire szüksége van. Nem? Hát az az egyik, a másik az, hogy semmit nem tudsz megtartani. Igen. A harmadik pedig az az, hogy a materialista ember pszichológiájában mi okozza ezt a gyűjtögetésre valóság? A tudatlanság. A tudatlanság az pedig az, hogy te nem tudod, hogy ki vagy. Mindig ugyanarra a pontra érünk vissza, ezért a központi kulcshoz, hogy ki vagy, attól függően, hogyha te tudod, hogy egy örökkévaló lélek vagy, és ez úgyis mindig elvesztesz mindent, akkor csak kell, ami a létfenntartáshoz kell, azt senkit nem tud, ugye, ne gyűjtöges ebbe a világba, mert csak a moly rágja meg, ott gyűjtöges, ahol a mennyekbe, ahol vagy, ahol létezel. Tehát ez egy egyszerűen elmondja ezt az egészet. És a materialista ember pedig, mivel nagyon az anyaggal azonosítja magát, ezért mindig az anyagot akarja kiterjeszteni. És ez a mohóság az egy olyan tulajdonság, ami egy végtelenül kielégíthetetlen dolog. Mindent ki lehet elégíteni egy időre. A szexuális vágyat, az éhséget, minden ragaszkodást. A mohóság az egy olyan dolog, ami kielégíthetetlen. Kapsz ennyit, azonnal akarsz ennyit, ez egy örökké növekvő tűz. És van egy tendenciája, hogy soha nem elégedsz meg, nincs elégedettség belül, most elértem, azt azonnal nézed egy másikat is, ez a, amit beszéltünk, az incompleteness, ez a nem teljesség, a léleknek az a dolga, hogy ő tudja, hogy ő teljes, de ő az anyag szférájában akarja ezt kiteljesíteni, és ez meg mindig limitált, szóval mindig frusztrált már, és mindig akar többet, akar kiteljesedni, akarja az egységet, de az kívül akarja, nem belül. Nem a tudatában. Ezért örökké valóan halmoz, és minél több, és ez egy örökké begubózó ilyen
hogy mondjam, ez a... az az állapot, ami tehát így önmagát görgeti. Van egy történet, van erről egy tanmese. A jógi az erdőbe. Ott él egy jógi a dzsungelben, szépen csak két ágyékötője van. Meditálgat, van egy kis fűkunyhó. És akkor az a két ágyékötő az egyetlen vagyona, és akkor azt cserélgeti. Egyik rajta van, a másikat ki van mosva, szárad az ágon. És egyszer egy egerek megrágják ezt az ágyékkötőjét. És ez egyetlen izén, azt is tönkreteszik az egerek, és ők jönnek néha falusiak, és hoznak neki mindig valami ételt. Ugye Indiában ott a kultúra, hogyha valaki egy jógi, akkor az átlag emberek, ők egyrészt áldásos nekik, hogyha segítenek, vagy adnak nekik, mert ők mindig jóra használják, ők mindig jól foglalják le azt az energiát, szóval, hogyha valaki ad egy olyan személynek, aki a spiritualitásban, akkor ez mindig egy brámanáknak adomány, ez egy nagyon nagy áldás, ez tízszeresen, százszorosan visszajön. És akkor mindig viszek neki ételt, stb. Stb. És akkor kérdezik, miért vagy ilyen kis, látom most, hogy mindig olyan kis ragyogó vagy, hát most miért mi ez az aggodalom? Hát az egyetlen alsó gatyámmal azt is megrágja az egér. Ja, hát nekünk a faluban nincsen ilyen problém, ez nagyon könnyen orvosolható, hát hozunk neked egy macskát, azt akkor nem lesz egér. Jó, hoztak neki egy macskát, meditál, meg minden macska mászik, farkon, nyávog. Szeretnék meditálni, álló, hogy nyávog. Jönnek a falusiak megint, szóval mit csinálni, hoztatok egy macskát, nem tudok tőle meditálni, álló, hogy nyávog, járottál neki enni? Hát nem áll, mint adjak neki enni, menjen, fogjon egeret, vagy hát ez adjál neki tejet. Azt akkor nem fog zavarni. Hát honnan szedjek én a dzsungelbe tejet? Hozunk neked egy tehenet. Hoztak neki egy tehenet, macska nyávog, tehenet meg kéne fejni, már egész nap semmit nem csinál, legeltet, fej, macska, egér, minden. Azt mondja, nekem nincsen időm erre, hogy én tehenet fejek, meg legeltessek, meg azért, hogy ne legyen egér. Az egész tortúra azért, hogy ne legyen egér. Azt mondja, nagyon jó, kitaláltunk neked, nagyon jót, hozunk neked egy feleséget. A jógi fogta, levette a lyukat, a gatyát, azt még beljebb ment a dzsungelbe, mondta, hogy köszi, csá. És elment. Miért? Hát mert ugye akkor jön a feleség, jön a kell ház, jön a gyerek, és akkor vége itt a jogának. Most ez csak egy ilyen tanmese, ugye megint ez egy olyan aspektus, ami lehet ezt másképp is, de ez csak arra mond, hogy az anyagi élet, ahogy generálja önmagát, akkor ez egyszerűen csak nem egy jogikus, tehát itt az elvet kell nézni, az, hogyha bármi is van, család van, gyerek van, stb., de hogy ez a minimum, ami kell, és nem kell több. Ez csak bonyolult. Megnézed a milliómosok életét, egy vég nélküli aggodalom az életük. Nem tudják élvezni azt, ami ők állandóan attól rettegnek, hogy mikor veszítik el. Amikor még nincs meg, akkor azon aggódsz, hogy mikor lesz meg. Amikor megvan, azon rettegsz, mikor veszíted el. Ez egy ilyen zsákutca. És nem tudsz arra figyelni, amit van. Szóval minimum lét kell, ház kell, valami minimum élet, amilyen életkörülményben az ember tudja fönntartani magát. És aztán a maximális figyelem. És akkor erre az aparigraha az egy ilyen el volt a jogiknak, hogy nincs tulajdon. Aztán vannak nagyon radikális joga vonalak, amikor ilyen aszkézisben teljesen nincs semmi, nem lakik sehol, csak megy, Buddha, amikor szamána volt. Ugye a szamána az egy olyan aszkéta, aki csak megy, vándorol, és csak ott fogad el ételt, amikor már úgy utána hozzák. Sose kér ételt, vagy vesz ételt, és akkor csak... Ez meg nagyon extrém. Lemondásokban élő jogi. Van, akik erre megerőszakolják magukat, hogy igen, ezt próbálják, de amikor meg az ember igazából fölér arra a szintre, semmi másra nincsen szüksége. Szóval nincs, én nem is érzed a vágyat, hogy több legyen. Viszont nem is tortúrázod a testet, meg minden, ami kell, megadod neki, szóval. Általában, amikor valaki nagyon valami radikális jogába elmennek, akkor az mindig azt jelenti, hogy hát az először nagyon kibillen a lelki felé, aztán utána meg visszajössz és beállsz a középre, hogy az anyag ugyanúgy lelki. Szóval nem sem gondol semmivel. Ez egy ilyen állapot. Akkor most menjünk a niamákra. Ugye a niamák azok meg... ugye a javallatok. Az első ez a szaucsa. Na ez a tisztaság, ez nem fontos dolog a tisztaság, mert a tisztaság is a jóság kötőerejével van kapcsolatban, a jóság kötőerejében van megint egy olyan magas revibráció, ami,
ami a tisztaság hoz létre. Tehát ez a szatvikus életmód, ez létrehozza azt a fajta emelkedett tudatállapotot, amiben magasan rezegsz és kedvező a jóga gyakorlásához. Ezért az jogik fürdenek, fürdjenek. Na, naponta háromszor fürdenek, ugye, például reggel fölkelünk, akkor fürdünk. Miért fürdünk? Hát azért, mert a tudatlanságban van az éjszaka a test. Egyrészt, hogy akkor éjszaka méregtelenítesz, amikor aki reggel fölkel, senki nem léli homos. Sehol. És akkor ugye, igen, Budapesten, amikor járnak, hogy reggel, amikor utazol a BKV-n, az... Ugye, az például, az olyan és akkor ez egy különleges egyveleget tud. Tehát ez az emberi kultúra, amikor reggel nem vagy tudatos arról, hogy ugye a mérgeket lemosni, és finom fizikálisan is, amikor ha a víz érinti a testet, az a finom fizikális testet is lemossa, tehát a tudatlanságot lemosod. Tehát éjszaka tudatlanságban vagy, amikor fölkelsz, hogyha meleg vízbe zuhanyzol, akkor a szenvedélykötőjébe kerülsz, ha egy kicsit hideggel is meghinted magad, akkor még akár a jóságot is meg tudod ütni. És akkor azonnal fölhúzol más tudatállapotban. Tehát a víz az egy ilyen érdekesen... A víz kapcsolatban van az elmével. A holddal. Ugye hold az az elmének a bolygója. Tehát és a vizetnek is a bolygója. Tehát, hogy nézed, árapály, a női ciklus, stb. A hold, a feminine energia, az a víz. Az univerzális vizek. És ugye ez elmével is kapcsolatban van, tehát amikor vizet érintesz, akkor az elme fölkerül a szatvába. Tehát, hogy nagyon fáradt, hogy hazamész, csak megmosod az arcodat, és már is fölhúz. Szóval ez a jogi fölkel, akkor az első zuhany, és akkor elmegy, és utána csinálja a spirituális gyakorlatot, mert teljesen más kötőerőbe kerül a tudat. És aztán utána pedig hogyan tisztítjuk meg az olyan érdekes, mert mindent meg lehet tisztítani. A körülötted lévő fizikális dolgokat tisztán tartjuk, a vizet, amit megiszol, az ételt, amit megiszol, vagy megeszel, akkor a ruháidat, hogy csak az, hogy az ágyadat beveted-e, amikor fölkelsz, vagy ott hagyod egész nap úgy, akkor az már a tudatodon keresztül fog ráthatni. Az, hogyha este leveszel egy ruhát, összegyűröd, eldobod, reggel ugyanazt a ruhát fölveszed, degradálni fogja a tudatodat. Miért hajtok össze akár egy ruhát. A beszéd, hogyan beszélünk, ez vágsudi. Arra is vannak gyakorlatok, hogy az ember tudatosan figyel arra, hogy minél több spirituális hangvibrációt mondjon ki, és minél kevesebb materializmust. Ez is egy jogikus dolog. Mert azzal megtisztítod a beszédedet, mert az is hat az elmére. Szóval mindent meg lehet tisztítani. Milyen anyagokat viselsz magadon, minél kevesebb műanyag, minél több természetest. A sejem és a gyapjú az nagyon magas revibrációjú anyagok. Tehát van ez a nyers sejem például, amit Indiában használnak, jogik szeretnek. Hát ez egy nagyon drága dolog, de alapvetően nagyon jó hordani. Ez például egy sejmet leteszel, egy nyers sejem lepedőt leteszel az ágyadra, az alulról az összes negatív energiát levédi. Mindent, Hartmann, vízér, minden, csak az egy dolog. Szellemek, stb. Finom fizikális lények, a sejem az eléggé távol tart mindent, annak van egy vibrációja. Illatok, hogyan tisztítasz meg egy teret, bejössz egy helyre, ahol sok ember jár, rengeteg ilyen elementál, ilyen gondolati lények, mindenféle negatíva, vagy mindenféle dolog van ide rakódva. Bizonyos például Indiában a szantál füstölő, vagy ugye ez a Paolo Santo fa például Dél-Amerikából, vagy a tömjén, a nyugati kultúrában, ez mind arra van, hogy a teret kitisztítsák, ezek olyan illatok, az illatoknak is van egy tudománya, a füstölőzésnek is van egy tudománya, mert minden illat egyfajta félisten, vagy akár egy negatívabb energia, ugye ezek a bűzök szagok, hogy hogyan meg egy energiát oda hoznak, ami a tudatot behúzza, vagy fölemeli. Tehát ez a tudatosság, hogy minden tisztán csinálsz, és akkor leülök a meditációhoz, trátaka. A trátaka az egy olyan meditáció, amikor egy mécsest nézel. A mécses, a tűz, az egy tisztító energia, a tisztító tűz. Szóval az elmédet, az érzékeidet meg tudod tisztítani ezzel a gyakorlattal, hogy egy mécsest nézel akár.
Elégetek pránáját, egy éterikus teret húz ki azonnal egy tűz. Tehát ezért van az, hogy úgy beszélünk, hogy ég egy mécses, és nem ég. Én csak mécsessel alszom. Otthon mindig ég egy mécses. Tehát bementem a hotelba, és az volt az első dolog, hogy meggyújtottam egy Paolo Santót. Ennek egy kicsit ilyen fura szaga van, remélem, hogy a főbérlő nem gondolja azt, hogy fürezek. Kicsit más, de azonnal kifüstöltem ott a helyet, betettem a telefonomról mantrákat, Nityumjaj mantrával, és akkor az ott szólt, és akkor gyújtottam egy mécsest, és akkor az egy úgy. Az egy tiszta környezet, azonnal kitisztul az éter körülötted. És ez a láng az egy ilyen éteri energiát is, tűz, az egy, igazából egy spirituális energia, az Rudrának a megtisztítónak az energiája, a tűz. Szóval ezekkel ez a saucsa, ugye a jógi rengetegféle módon megtisztítja az életét, mert az egy, a tudatát egy magas rezgésre rakja, amiben nagyon könnyű a meditatív állapot. Nagyon sok különleges képesség fejlődik ki. Ugye tegnap, ahogy itt beszéltük, itt az univerzális korok változását, itt pont arról volt szó, hogy a szupernaphoz kerül közel a naprendszerünk, és az meg éter, tehát ez egy éteri, maga, nagyon magas éteri sírat. Tehát a tűzhoz odamész, ott jön a prána belőle, az egy rengeteg nagyon pránát közvetítő, pozitív éteri dolog a tűz, és amint egy óriási tűzhöz kerülsz közel a naprendszerre, akkor ott hirtelen, ott minden nagyon csodálatosan felemelkedik a rezgés, az emberi tudatszint, a képességek, a környezet, minden csodálatosan mennyeivé válik. Könnyű gyakorolni a jogát. Szóval a jogi próbálja ezt a fajta vibrációt vagy teret megtartani arra, hogy ő tudjon jogát gyakorolni, meditálni tudjon. Következő az a szantósa, ez a shanti, shanti, shanti. Ugye a szantós, ez a békés, békesség. Ami azt jelenti megelégedettség. Ugye kik megelégedettek? A szentek. Ugye innen jön a latin szó, hogy a szent, a szantósa népből jön. Hogy szentek azok, akik bölcsök, akik megelégedettek, akik nyugodtak. Ez az aparigrahának az ellentétje. Ugye, hogy jó az, ami van. Ez egy macska volt szerintem. Nem, nagyobb volt. Igen? Érdekes, hogy mászkálnak a tetőben. Igen, tehát ez az aparigrahának az ellentétje, hogy a jógi az mindig elégedett azzal, ami van. Mi a titka az elégedettségnek? Nem a boldogságnak, mert a boldogság az egy másik sztori, de az elégedettségnek mi a titka? Na, én mindig elégedett azzal, ami van, nem? Esik az eső, tök jó, esik az eső. Növények isznak, vagy mit tudom én. Süt a nap, jaj, de jó, süt a nap, ez van, az van, az van, most hisztizhetsz rajta, úgyis ugyanaz lesz. Tehát, hogy ez a, most valami van, hogyha neked a karmádban ez van, törekszel jobbra, de ha ez van, akkor jó, akkor egy kicsi házban lakom, akkor az van, ami van. Van gyerekem, nincs gyerekem, van párom, nincs párom. De akkor mindig attól teszed magad függővé, hogy majd valami lesz. Ugye a szenvedély kötőerejében mindig, a szenvedély kötőerejében lévő ember mindig szenved, mert mindig a jövőbeli aggodalmai miatt, a vágyai miatt ég tűzben. A tudatlanság kötőerejében lévő ember mindig azért szenved, mert állandóan a múltján rágódik, ami meg már változtatni se lehet. Egyedül a mostban a jóság kötőerejében lévő ember él, ami azt jelenti, hogy akkor így, hát ő elégedett, hogy az valami van. Minden majd gondoskodnak, én csinálom a spirituális gyakorlatomat, ami jön, ami nem jön meg. Mindig minden úgy jó, ahogy van, elégedett vagyok. Hogy vagy? Ah, szörnyű, hát ez olyan utálom ezt az egészet, és állva emlékezik, hogy ez történt, az történt, amaz történt. Megkérdez a másik embert, hogy vagy? Hát aggodalomban vagyok, hogyan kéne elérnem azt, és ez így, és amikor majd boldog leszek, amikor majd az meg lesz, és... Az emberek nem találsz boldog, mert azt mondja, hogy minden nagyon jó, úgy, ahogy van. Csodálatos. Hát nem jelenti azt, hogy nincsenek céljai esetleg, hogy valamit. Ha jön, jön, ha nem jön, nem jön, majd nem tudom, hogy adják, akkor majd ez így jó, ahogy van. Ha valami rossz történik velem,
tudom, most karmikus múltamnak aratom le negatív dolgait. Ha valami jön, kegy, ennyi. És akkor mindig boldog, mindig jön, hogy jó, hát így is jó, meg úgy is jó. Tehát amikor az emberbe jönnek, és akkor mondják, hogy mit szeretnél lenni. Ezt csinálom, jó, jó, de nem azt csinálnám. Ez is jó. Megmelegítsen. Így is jó. Jó, melegíts meg, úgy is jó. Bárhogy csinálsz, valami legyen. Szóval, hogy amikor az a hangulat van, akkor ez úgy nem zavar semmi. Ami van, az jó. Mert belül tapasztalsz egy olyan fajta más állapotot, amiben ez a jóság kötő, hogy nem tolnak annyira a tendenciák, a vágyak, a ösztönzések. Ugye a szenvedélykötőerejéből lévő embernek állandóan csinálni kell valami, hogy menjünk, pörögjünk, mi az a nóta, az a legyen valami pengés, vagy vagy mi volt az a... Valami pesgés, minden. Volt egy zenekar, hogy hittek ezeket? Hooligans. Hooligans, valami kell, valami állunk, ígyunk, bulizzunk, tehát ez teljesen, és ez sose nem elégedett az ember, sose. Hát, de leülsz, vagy kimész az erdőbe, kívülsz, leülsz, és így... Se wifi, menjünk már innen. Aput kirángatod, tudod, menjünk, sétáljunk az erdőbe. Ide, mit nézel, nincsen semmi. Menjünk már, azért, ez így nem lehet. És amikor az ember elkezd ilyen szatvikus lenni, akkor alig várod azokat a pontokat, amikor leülsz, és egész nap olvasom, meditálsz, nincs semmi dolgom, nem hívnak. Szuper, és el vagy, és menjünk már, csináljunk valamit. Még az embernek jönnek ezek a dolgok, hogy is látod, hogy fú, utazni kell, ide kell menni, oda kell menni. Ez mert soha nem volt egy meditatív tudatállapot. Egy meditatív tudatállapot, egy elmélyült meditatív tudatállapot, akkor rájössz, hogy nem kell menni sehova. Minden itt van. És minden most van. Ez megeléged, ez jó, ez egy jó dolog, hogy az ember próbál megelégedni azokkal a dolgokkal, hogy nem állandóan hajtja a világot. Harmadik az a tapaszja. A tapaszja az egyfajta önként vállalt lemondást jelent, tapa. Na most az önként vállalt lemondás, az ebben a világban semmi nem születik lemondás nélkül. Mindenért kell fizetni. Szóval a tapasztjának van kapcsolata a karmatisztításra. Most már mindjárt fogunk beszélni a karmáról, ezt most kihagytam azért, mindig visszagörgetek erre, hogy igazából nem mondtam el részletes, ez az egész karma hogyan működik. A karmatisztítás, ugye rengeteg ilyen ostobaság ömlik a világon kifelé, hogy a karmatisztító program, háromnapos, egy hét vége, karmatisztító meditáció, minden. Tehát, hogyha ez ilyen egyszerű lenne, ezek nagyon bohóz dolgok, amiket így emberek ezt így megeszik. A karma, igazából a karmatisztítás egy nagyon egyszerű az elve. A lemondás az egy karmatisztító dolog. Tehát nem kell elmenni a karmatisztító tanfolyamra, mert egyszerűen csak, hogy a lemondásokat válasz, automatikusan nem negatív dolgokat felégeted. Miért történik egy negatív dolog veled? Mert csinálta valami olyat, amit el kell szenvedni. Tehát, hogyha valami fajta dolog van, akkor azt automatikusan tudod enyhíteni, hogyha valamilyen, ezért a spirituális életmód, a yama, niyamák automatikus tapasztja. Mert nem eszem ezt, nem ekkor kell, ekkor fekszek, ez a spirituális térvény, tévénézés helyett jogázom, meditálom, tehát ez automatikusan biztosítja, valaki egy jogikus életet él, az azt jelenti, hogy mi is halom karmáját eltakarítja, és csupa pozitív jövőt épít fel, még materiális szinten is. Aztán van a jogának egy olyan szintje, amikor azokat a pozitív karmákat is már így kitalálod, mert nem kell, nem akarok megszületni itt újra. Szóval itt ez egy másfajta karma, de ez egy másik sztori. Arról majd beszéltünk a karmában, hogy ez pontosan ezek hogyan történnek, de az a lényeg, hogy ez egy nagyon egyszerű mechanizmus. A szenvedéssel az ember fölégeti az előző karmáját. Tehát nem csinálok valami jót, csinálok rosszul, de csinálok egy jót. Nem, olyan nincsen, nem tudod kisütni a kettőt. Mert az egyik a rossz karmát azt el kell szenvedni, a jó karmának az eredményét meg majd megkapod.
És ez így van a világban is, mert azért, mert mit tudom én, betörtem a bankba, állottam az egész ezért utána szétosztottam a szegények között, attól engem még le fognak csukni, aztán ha kijövök, akkor meg kapok egy Nobel-díjat. Tehát mind a kettő meg lesz, vagy nem tudom micsoda, békedíjat, vagy nem tudom milyen díjak vannak. És akkor itt ez az egész dolog, hogy hogyan ég el egy karma, csinál valaki valamit, akkor utána bezárják egy börtönbe, és akkor amikor leüli azt a büntetést, tehát azt a szenvedést, rákényszeríti az anyagi energia lemondásra. Hát ezért kell tudni azt, hogy nem lehet semmit büntetlenül csinálni, valamikor el kell vele számolni. Ha nem ebbe az életbe, akkor a következőbe, de meg fogod szenvedni azt, amit rosszat csináltál. És a tapasztja a jogikus élet, az azt jelenti, hogy felhalmoztam egy csomó karmát, és akkor én ezekkel, hogy önmagam akarom magamat felégetni ezeket a karmikus dolgokat úgy, ahogy én szeretném. Tehát az, hogy mindenféle meglepetés történik veled, ami rossz, ez történik, az történik, akkor amikor te beállsz egy ilyen jogikus szadanába és egyfajta önaszkézist gyakorolsz, automatikusan fölégeted azon a módszeren, ahogy te akarod a negatív dolgokat, és egy ponton elfogynak ezek a negatív dolgok. Majd erről beszélj, de mesélek egy-két történetet a karmikus részben, hogyha erről beszélj. Szóval ez a tapasztja, és ez megtisztít. A tapasztja az megtisztít, a lemondás az megtisztít. Következő a szvádjája, ez a szentírások tanulmányozása, azaz hallgatni a gurút, olvasni a szentírásokat, a jóginak ez nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog. Mert máskülönben nem tudod, hogy mit csinálsz. Ugye erről beszélünk most már másfél napja, hogy most kezditek érezni, hogy mit jelent az, hogy tudjam azt, hogy mit csinálok, nem pedig az, hogy órászanázok, meg tornázok, meg meditálgatunk, leülök, egy kis buthát csinálok, a sarokba gyűjtök egy mécsas, füstön egy kicsit meditálgatok, úgy, ahogy neked jó, ez minden, csak nem, ez nem fog eredményhez vezetni. Valamit fog adni, de lehet, hogy mondom, még ez még rossz is lehet, tehát ez egy kétélű fegyver, a joga, praxis eljárogató kundalini jogát, ezt mutogatnak nekem olyanokat, és akkor a pszichiátrián vagyok egy hónap múlva. És rengeteg ilyen történt, nem azért, mert a kundalini joga rossz, hanem azért, mert olyan emberek csináltatják, amikor csináltatnak veled olyan dolgokat, amiket ők se értenek, és aztán utána van egy rossz visszahatás. Egy éles késsel dolgozol, akkor benne van a pakliból, hogy megvágod magad. És a szvádjánya az azt jelenti, hogy a szentírások tanulmányozása, tudni kell, ezt kell tudása legyen a jóginak. Mert akkor kap eredményt, és akkor van biztonságban. Az utolsó pedig Isvara Pranadhan, hogy a Pranadhan az, hogy a jogi az egy spirituális célért gyakorolja a jogát. Isvara az általában Shiva. Vaisnava kultúrában mondják Vishnunak is, de az a lényeg, hogy az isteninek Prána Dhan, szóval amikor pránádat, az életedet adod ennek igazából arról szól, hogy a hamis egót beáldozod a transzpersonális éned megszerzéséért. Hogy a joga erről szól, semmi másról. Nincsen ilyen joga, olyan joga, ez Patanjali azt mondja, hogy csak azt csinálja, aki ismer a Prána Dhan, aki akarja a felsőbbrendű énét megkapni. Mert az a cél. Szóval ezek a yama, niyamák, és akkor egy jógi ahhoz, hogy elinduljon az úton, ezt a fajta viselkedést, gondolkodásmódot, életmódot, ezt kultiválnia kell, mert máskülönben a háznak nincs alapja. Tehát ez a ház alapja. Amennyit ebből a yama, niyamákból kiveszel, annyira lesz labilis az egész utána későbbi építkezésed. Mennyire lesz labilis, mennyire borulhat el, vagy... Ezért, ha alapokat letenni, az nagyon-nagyon jó, fontos. Megtisztítani a testet, az asztrális testet, az éteri testet, a gondolati testet, az intellektuális testet, ezeknek a megtisztítása, hogy a transformáció sikeres legyen, akkor ez kell. Utána még most így hozzászúrjuk még egy kicsit ezt az ászanákat, hogy az ászan ez egy rövid rész, mert az ászanákkal úgy sokat fogtok foglalkozni. Az ászanák ugye az egy szempontból az ászanákat azért gyakorolták a jóik, hogy a testet megtisztítsák, flexibilissé, erőssé tegyék arra, hogyha ez az intenzív kundalini áramlás ez beindul, akkor itt minden szépen történjen. A test az jól viselje azt az egészet, hogy ne legyen az, hogy amikor beindulnak az energiák, akkor
széthullik a szervezet. Mert vannak testi szimptomái is annak, amikor a kundalini elkezd. Tehát amikor átmész ezeken, akkor a különböző testi lerobbanások is tudnak bizonyos pontokon történni. Ezt az Adyasanti írja a Világod vége című könyvben, hogy van egy ilyen aspektus annak, hogy a testek elkezd így nagyon durván transformálódni, és akkor kijönnek a dolgok. Szóval, hogy így néha vannak olyanok, hogy ennek lehetnek a kundalini ébredésnek, lehetnek ilyen testi szimptomái is, meg mentális, meg minden is. Hogyha minden nagyon erős és minden nagyon tiszta, akkor nagyon jól tudja az ember kezelni a transformációt. És akkor az ászanák az nagy részt erre van, egyenes hát, tudjál egyenes háttal ülni, laza legyen a lábod, lótusz ülésbe tudja. Ugye a hatha joga pradipika mondja, hogy 8.400.000 ászanát tanított Shiva, 84 klasszikus hatha joga ászana kedvező az embereknek, és ebből a legfontosabb az a padmászana. Tehát minden ászana arról szól, hogy végül tudjál csak nyugodtan ülni, órákon keresztül meditálni, ne zavarjon a test. A test ne legyen egy zavaró kondíció, plusz energetikailag legyen megtisztítva. És a következő részben a pranayama az már ráépül erre, mert az már a finom testtel foglalkozik, az energetikai rendszerrel. A pranayamról egy külön előadás lesz, először fogunk a karmáról beszélni, aztán meg a pranayamról. És akkor kifejtjük még mind a kettőt, és ezt utána igazából akkor kitaglaltuk ezt az egész dolgot, hogy ez az egész joga, amiről szól, pránajám, ászanák, akkor meditáció, szamádi, mindenről beszéltünk, majd még egy kicsit, majd ugye akkor lesz majd egy nap nektek az ajurvédán, és akkor komplett a dióhéjban megvan a lényeg, aztán lehet a végtelenségig menni, olvasni, tanulni, hallani, de úgy nagyjából ez egy minimum, amit nektek el kéne sajátítani, hogy mint egy információs tudás ez meglegyen. Valakinek valami kérdése? Még neked volt valami, amit mondtam, megígértem, hogy bele? Hát ez a turiáról volt, hogy vagy hogy a mi álomban lévő, amikor mondtad azt, ja, hogy volt egy volt olyan élményed, hogy testen kívül láttad magadat, amikor álmodtál. Igen, de meg... minden a szobában ugyanúgy volt, tehát... De hát most ilyen élmények vannak, szóval halálpillanatában is ugyanaz az élmény van, amikor kívülről látják. Valaki látja, valamilyen élmény, amikor történik, valamikor nem. Ezek ilyen mentális dolgok. Ami a másik viszont az, amikor mondtad azt, hogy van olyan, hogy akartál fölébredni és nem tudsz, az meg az van, hogy ilyen éjszaka kimegy a finom fizikai test, az vándorol. És néha vannak olyan élőlények az éteri világban itt körülöttünk, akik valamilyen nem kapnak anyagi testet. Tehát ilyen szellemlétben lévő személyek, akik az ilyen dolgokat szeretik nézni, és olyankor akarják, nem enged vissza a testetbe, tehát hogy ő akarja. Uh-huh. Ugye vannak ilyen kifejezetten ilyen szellembetegségek, amik ilyen skizofrénia, meg ilyesmi, amikor többen laknak egy testbe, és akkor megy a... Hát ezért van az aura, meg ezek a dolgok, hogy ez a bőröd az, ami a fizikális szennyeződésektől vér, az éteri, az összes, ez az aura, meg arra van, hogy a mentális, vagy a fizikális, finom fizikális behatásoktól legyél megvédve. Tehát amikor valaki nagyon tisztátlan életet él, tudatlan, tehát alkohol, szintetikus drogok, nagyon sok minden, de akkor nagyon kicsi ez az aura és nagyon gyenge. De minél ilyen vibrant, azt mondják, hogy ilyen csodálatos, ragyogó az aurád, minél erősebb vagy, annál jobban nem tudnak a sötét, a fénytől nem tudnak közeljönni a sötétségbe. Uh-huh. Ezért ugye ez az aura, ez a fajta fény, amiben a magas rezgésű emberek, vagy a szent emberek ugye régen glóriát festett, ez az aurának az ábrázolás, hogy egy gyönyörű, különböző színekben pompázott, függ, hogy éppen milyen állapot van a bíbortól, a narancssárgáig, a különböző színek, az a különböző tudás, az odaadás, a magas vibrációnak a fénye van körülötted, és akkor ezek ilyen nagyon messziről el, nem tudnak. Már de viszont, hogyha minél jobban ezek a dolgok, például úgy vannak történetek, hogy valaki szemben fölébred egy börtönben, vagy egy bíró, vagy egy rendőrségen, és akkor hát ő csak elment iszogatni, nem emlékszik semmire, de megerőszakolt valakit, és megölte.
Szerintem nincs, nem is emlékszek rá, hogy ugye, hogy leugrott valaki valahonnan, hát azt nem leugrott le, hanem valaki leugrott vele. Tehát, hogy így ugye ezek ilyen érzékeny dolgok, ezért ugye a tiszta életmód egy elég erőteljes, meg az, hogy tisztán tartsd a teredet. Mert amikor valaki egy nagyon magas ilyen revibrációt tart maga körül, ez olyan, mint egy ilyen kapszula. Ezt a kapszulát viszed magaddal. Többek között a Rudraksa Mála is egy ilyen dolog. Ezt pont tegnap kattintottam rá egy előadásra. Tudtam ezt, de úgy pont, hogy érdekesen ez jött, hogy ennek van egy olyan vibrációja, ami nagyon magasan tartja a tudatot, és hogy ez teret tart. Ez olyan magas rezgésű dolog. Rudraksa Mála. Ezért hordják a jogik. Segít. Hát ez is egy, nem függ semmi, nem függ ettől, hogy te enélkül nem tudsz volna. De minden ilyen apró segítséget tudunk használni. Milyen energetikai dolog. Szóval ez így távol tartja ezeket a dolgokat. Meditációban is, akkor is érzékenyebb az ember, meg kinyitod a finom fizikális dolgait, akkor is hogyan véded le magad. Azért kell tűz, vagy egy tűz közelében ülsz, akkor az megint távol tart. Tehát ez egy komplett tudomány, meditálok mindenhol, meg így, meg úgy, azt utána meg. Tudni kell, hogy mit, hogyan. Szóval akkor az álom az olyankor nem valami negatív dolog van, ami akarja használni helyetted a testet, de nem el akar visszaengedni. Na most itt nagyon érdekes, mert ahogy elkezded finomabb érzékelésed lesz a világról, akkor nem minden olyan lény, ami finom fizikális negatív. Tehát egy ponton már érzékeled, hogy mikor ki van ott, vagy mikor ki tapasztalsz, vagy mert az energiából látod, hogy az ember érzékelni, akkor folyamatosan tudja, hogy ki hol van, mi. Bemész egy helyre, már azonnal tudod, van ott valaki, vagy nincs ott valaki negatív személy, vagy nem negatív személy, vagy meditációt csinálsz, és valaki egy magasabb entitás jön be, mert teljesen más energia jön be, amit érzel, ne pont azért bejön, hogy behívod azokat a segítő energiákat, ami, hát mondjuk úgy, hogy angyali energiák, vagy magasabb entitások, akik valahol vagy benne. Nekem van otthon a házomban, van egy oltárom, ahol van egy sivalingam, akkor ott rendszeresen jönnek, mennek csodás élőlények, akik valószínűleg sivalingam miatt jönnek oda. Aztán vannak olyan élőlények, akik azért jönnek, mert olyan revibráció van, hogy az tisztít rajta, de ezt lehet érezni egyébként ki, hogy mi. És akkor ezért kell mindig nagyon tiszteltem, mindig ég egy megyecses. Az oltáron, sivalingam, ahol alszunk, ott mindig ott is mindig legyen valami, ezek tisztán tartod a teret. Kiszellőztetni este egy kis fa, ez a Paulo Santo fa, ez nagyon jó, ezt jogások sok helyen használják, ez nagyon tisztítja a teret. Mielőtt alszol, jön valaki vendégségbe hozzád, vendégek elmennek azonnal a Paulo Santo. Mindegy, hogy szeretjük, mert mindenki nem tudod, hogy mit hozott magával, ne hagyja itt az elementáljait. Vagy te hazajössz valahonnan, és hogy amit te hozol magaddal. Tehát, hogy itt keverednek az energiák, mindenkivel jön valami, meg valaki, meg valami van. Mindig, és akkor ez, hogy folyamatos megtisztítás, tisztítás, tisztítás, jóga előtt tisztítás. Valami füstölő, valami szantál, az nagyon jó, hogyha meggyújtasz ilyen füstölőt, és akkor mécses, mindenki van tisztítva, a tér, és mantra, mindenkor olyan jó meditálni, akkor nyugalom van, de egy zavart helyzetbe akarsz, akkor fogja, hogy érzed, szóval nem össze van. Két ellenkező füstölőt meggyújtasz, az bezavarja a teret, ott már nem tudsz meditálni. Csak van itt két füstölőt meggyújtok, az egyik ilyen, a másik olyan, ez két különböző entitást hívsz meg. Ezek félistenek, ezek. Akkor nincs, tudod, egy-két tudás egy csárdában, az zavart lesz az energia. Szóval ezért, hogy egyet. Milyen illatok vannak, valami nagyon szatvikus illatokat használsz, az biztos vagy egy magas vibráció. Szantál az a legjobb, az egy nagyon mennyi illat. Azzal meg tudod hívni a magasabb rezgéseket, tudod. Frekvencia zenék, 963, 852, az lefele 6.39, 4.32-től fölfele, akkor az már ilyen nagyon más-más csakrákat, más-más tudatszférákat hoz be. Vannak ilyen zenék? Szoktatok ilyeneket?
játszani. Arra aludni, 963 frekvencia zenék. Vannak ilyen szép zenék, amelyen van, amely ilyen kis lightos, lehet rá aludni, ilyen 9 órás zenék vannak, direkt ilyen éjszakára, meg napközben. Nálunk mindig szól valami, mindig, sosincs csend. Vagy valami mantra szól, vagy valami előadás szól, vagy valamilyen frekvencia zene szól, mindig szól valami, mert folyamatosan az egy olyan teret tart fönn, amiben jó létezni. Ugye a hang az egy nagyon potenciális dolog. Nem beszéljük még erről is. Milyen hangtárok? Ja, hangtárok. Nem tudod, volt ez a kérdés, hogy hangtár? Miről volt szó? Hogy mi van a hangtálakkal? Hát azok jók, mit csináljuk vele? De mi volt, nem tudom, mi volt a kérdés. Ez is a hezgést. Persze, hát az egész, tehát ez a hangtálak, tehát az a buddhizmus van, amennyit csinált. Van ez a biorezonanciás kezelés, amit manapság csinálnak a, tudod, ilyen gépekkel, az ugyanazon az elven működik, mint régen ezek a hangtál gyógyászatok a buddhizmus. Az, hogy a testünk minden egyes szervének van egy rezgése, és ugye ezt a gépek úgy gépesítették, hogy bemérték ezeket a rezgéseket, ezeket a frekvenciákat, és akkor mesterségesen ezt a frekvenciát tolják vissza bele. Tehát úgy veszik le, hogy először csinálnak egy checkinget, leveszik, hogy hol, melyik szerved nem ott működik, ahol vannak már ilyen programok, és akkor utána azt tölti vissza, ami, hogy ez egy ilyen finom hangolás. És ugyanez volt évegen buddhistáknak pont, láttam egy olyat, egy barátom épített egy ilyen fakoporsót. Befekszel a fakoporsóba, és csak a fejed van kinn így. És akkor a tetejére rárakják ezek az egyenek, és zengetik, és az egész zereg. És akkor így mindent harmonizál, úgy szállsz ki belőle. Szóval ezek mind ilyen működő dolgok, ezek hangok. Minden frekvencia. Az illat frekvencia. Tehát az emberek nem is gondolják, hogy milyen zenét hallgatók, vagy milyen hangokat. Ezek a különböző... Olyan zenék vannak, hogy ilyen... Tudod, ez az ilyen dubstep, vagy hogy hívták ez ilyenek. És őrültek lesznek az emberektől. Nem csoda, hogy ezek őrültek. Tehát a hang az szét, a hanggal ölni lehet, meg fölemelni, gyógyítani, pusztítani mindent. És amilyen tudatállapotban vagy, az a hang vonz majd. Ez milyen jó, így megyek, és akkor szeletelünk, és totál nincs otthon senki, és teljesen állati létbe tolja le magát az ember. Beteszel egy finom zenét, és ez micsoda kapcsolat, neki úgy idegesít. Már ez nem magas frekvenciájú, csodálatos dolog. És... Ja. Más? Jó, tartsuk egy szünetet, most elég régóta beszélünk. Visszajövünk.